Üdvözlöm Önöket, ez az Energofish magazin. Bármennyire nem szeretjük, mégis ez a természetrendje, beköszöntött az ősz. A fákon elkezdtek sárgulni a levelek, egyre gyakrabban esik az eső, és a levegő hőmérséklete is jelentősen csökkent. Ettől függetlenül ebben az időszakban is eredményesen horgászhatunk békés és ragadozó halakra egyaránt. Mai adásunkban egy kicsit foglalkozunk ezzel is és azzal is, de hogy mi lesz mai műsorunk tartalma, azt a következő néhány másodpercben mutatjuk be Önöknek. Az ősz az egyik legjobb időszak a csukapergetéshez. Lukácsi Béla ehhez ad hasznos tanácsokat. A Method Feeder egy univerzális technika. Ezt mutatja az a tény is, hogy akár folyóvízen is eredményesek lehetünk vele. Ezt bizonyítja Benzár Zsolt. Pontyozás közben nagy meglepetéseket tudnak okozni az amúrok, de ha célzottan horgászunk rájuk, az is nagyszerű kaland. Ilyen emlékezetesre sikerült Szabó Bence leveleki horgászata is. Egy többnapos horgásztúra elengedhetetlen kellékei a horgásszék és a hálózsák, ezekből ajánl prémium minőséget Csörgő Tamás. Hogyha hosszabb időre megyünk ponthorgásztúrára, néhány alapvető felszerelésnek mindenféleképpen kell lennie a kelléktárunkban. Sátor, hálózsák, ágy, esetleg egy karfásszék. Most ezek közül mutat Önöknek néhányat Csörgő Tamás, aki előszeretettel használja a Sonic kínálatában megtalálható ilyen felszereléseket is. Nyakunkon az ősz, jönnek a hideg csípős reggelek. Ilyenkor nem árt beszerezni egy olyan ágyat, ami hálózsákkal van felszerelve, amiben komfortosan érezhetjük magunkat, az 5, 6, 8, 10, akár mínusz fokokban is. Itt előttem most éppen a Sonic 5 évszakos hálózsákával együtt kapható ágy fekszik, amiről tudni kell, hogy egy nagyon merev keretet kapott, az alján pedig mi tudjuk beállítani egy gumikötél segítségével az ágynak a keménységét. Ez az ágy ugye hálózsákkal együtt kerül forgalomba, ami azt jelenti, biztos használtak már régebben Önök is külön ágy, külön hálózsák, hogyha éjszaka forgolódunk, ez nem fog garantáltan alánk gyűrődni, és nagyon nagy előny, hogy ez a hálózsák egy cipzárral könnyed mozdulattal levehető az ágyról is, hogyha tisztítani kell. Hogyha esetleg rapid pecára szálljuk rá magunkat, ami egy-két éjszakás kaland lehet, és esetleg nem viszünk magunkkal sátrat. Nagyon nagy előnye ennek a hálózsáknak, hogy ugye a reggeli pára, illetve a harmat is lepörög róla, hisz vízálló vízlepergető anyagból készült a hálózsák, és nagyon komfortos, nagyon jó melegérzetet biztosít a hideg, hűvös hajnalokon. Ez az ágy a kisebbik verzió, ennek van egy nagyobb testvére is, ami 1 méter széles, ez egy 80 cm széles, 6 nagyon erős, stabil lábbal rendelkezik, és a lábakat külön tudjuk még a magasságát is állítani, ugye valaki alacsonyan szeret feküdni, valaki magasan szeret feküdni, mind a 6 láb külön állítható, és a talpai is mozgathatóak, tehát hogyha egyenletlen felületre rakjuk, be tudjuk úgy állítani, hogy gyakorlatilag teljesen egyenesen feküdjön alattunk. Mind a két oldalon található itt a fejrésznél egy ilyen kis tartó rekesz, amiben mobiltelefont vagy esetleg fejlámpát helyezhetünk, illetve amit még tudni kell erről az ágyról, hogy nagyon kis helyen elfér. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az összecsomagolása az egy néhány mozdulat, és mint ahogy a képeken lehet látni, még hálózsákkal együtt is nagyon kis helyen elfér. Amit még erről az ágyról tudni kell, egy gyors, rögzítő tépőzár segítségével, ugye ahhoz képest, hogy a sátor kiárata tőlünk melyik kézre esik, nyilván a másik oldalát azt ugye le tudjuk rögzíteni, az ezáltal fixen marad, és gyakorlatilag, hogyha kapásunk van, vagy kimegyünk, egy mozdulattal csak az a fele, ami nyitva van, az nyílik, és a belső kialakítását is érdemes szemügyre venni. Ez a plüss anyag, ami a takarója, illetve a mikroszálas, ami alul van, ez egy nagyon-nagyon
stabil, kényelmes komfortérzetet biztosít, akármilyen hideg az idő. A Sonic ágy után a következő kényelmi eszköz, amiről egy néhány mondatot szeretnék mondani, az nem más, mint a Sonic karfás szék. Amivel kezdeném, hogy rengeteg szék van kapható a piacon, ez amin most épülök, nem egészen 3,5 kg. Nagyon könnyű, nagyon könnyen össze lehet rakni, nagyon kis helyen elfér, és abszolút vízálló. Gyakorlatilag ez a szék akár párnapos, akár több hetes horgászatra is tökéletesen megfelelő választás lehet. Rendkívül gyorsan és nagyon egyszerűen össze lehet csukni, és gyakorlatilag nagyon kicsi a helyigénye is. A különleges kialakításának köszönhetően a hátsó lába az fix, viszont az első két lába az állítható, ezáltal a magasabb emberek ugye a lábukhoz tudják az ülőfelület magasságát állítani a két első állítható lábbal. Mivel egy karfás székről beszélünk, a karfája kapott egy kis szivacsos borítást, ezáltal az ülés még kényelmesebbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy a ragadozó harra horgászók már nagyon várták ezt az időszakot. Ilyenkor nem csak a fáról hullanak le a levelek, hanem a vízben található vízi növényzet is egyre inkább ritkul, ezzel aztán nagyobb teret adva a ragadozó halaknak, és természetesen a rájuk horgászóknak. Lukácsi Béla most azt mutatja be önöknek, hogy ősszel hogyan érdemes ebben az időszakban nekiállni csukázni. Ezekben az őszi időszakban én nagyon imádom a növények között, növények melletti ragadozó vadászatot, és hát most is ezt teszem, nem máshol, mint a Tisza-tavon, hiszen ez egy olyan helyzetet ad számunkra, ami mellett nem szabad elmenni, úgy mondom. Ilyenkor már a növények is egyre jobban kezdenek eltűnni, kezdenek azok a területek előjönni számunkra, amik eddig rejtve voltak, vagyis a halak számára, a ragadozók számára rejteket adtak, de ezek a növények, ahogy kezdenek eltűnni, számunkra is elérhető válnak ezek a területek. Kétféle ragadozóra pályázok, ezáltal két bot is van nálam. Az egyik az a csuka, a csali nem más, mint a slider, ez egy nagyon élénk színű, ami a kezemben van. Nagyon nagy előnye, hogy a kisebb lukakba is, most nem is látok ilyen közelben, ilyen lukalásnak szoktuk mondani. Lényeg, hogy oda bepocsintom, megállok vele, ez egy floating éppen, és megfogom és megtáncoltatom egy picit a csalit. Abban a részben, meg az körül, ahol ez a csali van éppen, ha csuka ólálkodik, vagy csuka lapul azokban a növényekben, akkor tuti, hogy neki fog rontani ennek a slidernek. Nagyon imádom, és hát egy nagyon nagyszerű csukás csali a slider. A másik variáció az a balinozás. Ha balin, akkor mi lenne más, mint a szalmónak a trélje. Ugye ezt gyorsan kell húzni, éppen ezért olyan helyen szoktam horgászni vele, ahol van sűrű növény, és van lehetőség szerint viszonylag nyílt víz is, és az a kettő között váltogatok, ha csukázok, akkor erre az oldalra horgászok, ahol sűrű növény van, nyíltabb vizen, vagy nyíltabbnak tűnő vizen meg balinozok, de nem szabad elfelejteni, hogy van, hogy a növények között is ott van a balin, hogy azok közé is beszoktam ebbe a lukakba dobni, és végighúzom a csalit. Hát éppen ezért szokott az én a trillre néha meglepetés, manapság már nem meglepetés, hogy jön rá csuka is egyébként. Két teljesen ugyanolyan bot van, a két módszerhez, mind a kettő egy ProGuide, egy 98-as piros nyelű, vagyis a legerősebb változat. Ezt szeretem nagyon, hogy fluorokarbon elő kell legyen. Egyrészt most éppen tiszta a víz, és hát ez egy úgy láttatlanra teszi ezt a zsinórészt. Másik része meg az, hogy viszonylagos védelmet nyújt a csukafogak ellen. Tehát, hogyha tényleg csukát fogunk ezzel a trillel, az meg fog védeni. Nem 100%-os védelmet ad,
de azért nagyon-nagyon sokat segít ebben. A másik, vagyis a slideres boton már más a helyzet, ugyanis a slidernek a tulajdonsága az, hogy cikázik jobbra-balra, és ezt a cikázást, ezt egy normál előkével nem tudjuk kivédeni, hogy ne akadjon, és ne gyűrje össze azt az előkét, éppen ezért én nélkülözhetetlennek tartom a titánium előkét, ezt szoktam használni. Ez egy olyan speciális anyag, ami tehát ilyen, bárhogy hajlogatom, ez visszarúgja magát, egy nagyon-nagyon merev előke, ez segít abban, hogy tökéletesen meg tudjuk dolgoztatni, és kevésszer forduljon elő az, hogy beleakadjon. Ha bele is akad, akkor nem fog összegyűrődni, nem fogja összegyűrni az előnkéket. Ez a nagyszerű csukás csal. Vannak horgászok, akiknek az jelent kihívást, hogy egy adott vízterületen lehető legnagyobb halat fogják meg, és vannak sokan olyanok, akik előszeretettel kerekednek fel, és keresnek fel újabbnál újabb vízterületeket, és próbálják megfejteni azok titkát. Szabó Bence ezúttal egy régi álmát teljesítette, és a leveleki víztározóra látogatott, ahol nagyon különleges helyszínen horgászott. Egy nem mindennapi stégre kellett csónakkal becipelnie a felszerelését, viszont az sem volt mindennapi, amilyen halakat tudott fogni ott Bence. Egy ekkora vízen, mint a leveleki víztározó, a siker rendkívül sok összetevőből áll. Már a helyválasztásnál tulajdonképpen eldőlhet minden, hiszen hiába nagyon jó halállománya a tónak, nem mindegy, hogy hova ülünk le, hiszen minden időszaknak megvannak a frekventált részei, azok a helyek, ahol a halak jó eséllyel tartózkodnak az adott hőmérsékleti viszonyok mellett. Így én azzal kezdtem az itteni pecámat, hogy megérdeklődtem a helyiektől, hogy hová lehet érdemes leülni ebben az időszakban. Mivel nem ismerem az itteni halak ízlését, ezért kettő markánsan különböző eteti anyagot is hoztam magammal. Az egyik egy abszolút hallisztmentes, naturális kukoricás kaja, a Prokorn. Ebbe került még némi takarmány kukorica, pontosan az, amivel letettem. A másik eteti anyag pedig egy teljesen hallisztes, csípős, kolbászos keverék a Séria Method XL szériából. Ezt még tovább tuningoltam némi hot spice fűszeres aromával és 4,5 mm-es premium Black Hollywood pellettel. Szisztematikusan az egyik bottal az egyik, a másik bottal pedig a másik keveréket használtam egész nap, és kíváncsi voltam rá, hogy melyik működik majd a legjobban. 2 órával a horgászat megkezdését követően tudtam fogni egy nagyon szép nyurgapontyot. 7-8 kg lehetett a súlya, de fantasztikusan jó erőben volt. A megakasztás helyétől számítva legalább 100 méterrel arrébb tudtam őt igazából irányba állítani, és akkor tudtam elkezdeni a fárasztás érdemi részét. Nagyon kalandos volt megfogni, és nagyon örülök, hogy egy ilyen szép pontja bővült a fotóalbumom. Ezt követően pedig nem sokkal érkezett egy termetes amúr is, amire titkon számítottam, megmondom őszintén, hiszen a tározó amúr állománya messzeföldön híres. Ez a hal is olyan 7-8 kg lehetett, és hát vele is alaposan meg kellett küzdenem, mire szágba tudtam terelni. Azonban amikor deletütött az óra, valami egy csapásra megváltozott, és a létrehozott etetésről teljes egészében eltűntek a halak, nem kizárt, hogy pótolnom kellett volna a reggelbe juttatott és a halak által vélhetően elfogyasztott kukorica mennyiséget, azonban megmondom őszintén, nem volt nálam több etetnivaló, így stratégiát kellett váltanom, és a délután második részében a kereső horgászat kapta a főszerepet. Még most is be vannak dobva a botjaim, mind a kettő nagyjából magam elé olyan 100-110 méteres távolságra, míg az etetésem körülbelül 80 méterre volt létrehozva, így egy teljesen más részét tudom ezáltal pásztázni a tározónak. Magam is meglepődtem, hiszen már a második dobásra pontot tudtam fogni, egy körülbelül 4 kg-os gyönyörű szép tőpont volt az elkövető, majd röviddel utána jött egy újabb amúr, aminek nagyon örültem, hiszen 2 ilyen szép amúrt már régen fogtam egy horgászat alatt. A kérdés már csak az, hogy melyik haja működött végül jobban.
Hát meglepő volt nagyon ebből a szempontból a horgászat, hiszen a legnagyobb pontot a prokorn etetőanyaggal tudtam megfogni. Ezt követően azonban a kettő amúr, illetve a másik ponty is a csilis kolbászos kajára csábult el. Nem volt még olyan tapasztalatom, hogy az amúrok is ennyire szívesen fogyasszák ezt a kaját. Azonban most ez volt a helyzet, úgyhogy a nádrágókat is ezzel a fűszeres kolbászos kajával tudtam becsapni. De hogy essék szó néhány gondolat erejéig a csaliról is, meg kell említenem, hogy nagy csalikkal horgáztam, hiszen a tóban él törpeharcsa. Őket megpróbáltam a lehető legjobban kikerülni, ennek érdekében hajszálelőkére fűztem egy floating pelletet, illetve egy vagy kettő szem főtt takarmánykukoricát, és ez volt a csalim egész nap. Szerencsére jól működött, 4-5 törpét fogtam talán, ezen kívül pedig 4 kapásom volt, 2 amúr, illetve a 2 szép ponty. Úgyhogy egy nagyon jó horgászat volt ez. Alig várom, hogy visszatérjek, hiszen azért egy ekkora víz meg annyi kihívást, illetve lehetőséget rejt, és hát szeretném megtudni, hogy esetleg egy hosszabb, mondjuk 24 órás perce alatt mennyire lehet összeállítani a halat, tudok-e esetleg több termetesebb pontyot vagy amúrt fogni. Ez azonban legyen a jövő zenéje. Nem kérdés, napjaink legnépszerűbb horgászmódszere a method feeder technika. Az eredetileg állóvízre kifejlesztett módszert eredményesen lehet alkalmazni lassan áramló csatornákon, esetleg folyóvizeken is. Benzár Zsolt most erre mutat néhány példát. Végre ismét kijöhettem egy kicsit horgászni. Láthatják, hogy már kora reggel az Old folyó partjára érkeztünk. A mai napon a method technikát első ízben szeretném bevetni folyóvizen. Ebben sajnos nincs komolyabb gyakorlatom. Nagy valószínűséggel nagyon sokan még nem alkalmazzák ezt a technikát folyón, hiszen a fő koncepciója ennek a módszernek, hogy minél hamarabb oldódjon fel a kosárból az etetőanyag. Itt pedig fordítva kell csináljunk mindent, hiszen az etetőanyagnak minél tovább a method kosárban kell tudni maradnia, hogy minél tovább tudjuk csalogatni a halakat. Az alábbi etetőanyag receptre gondoltam, két típusú etetőanyagot fogok bevetni. Az egyik a nagy pontykárász szériából. Ez egy nagy szemcseméretű etetőanyag, kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Pelletet és más zúzott nagyméretű magvakat tartalmaz. Első lépésként ezt leszitálom, hogy a nagy szemek most külön váljanak, azért, hogy az etetőanyagot a lehető legjobban meg tudjam nedvesíteni, hogy az majd a kosárból szépen oldódjon. A speciál feeder etetőanyaggal fogom ezt összekeverni. Ez egy klasszikus termék, amely bebizonyította, hogy hatékony tud lenni bárhol halastavakon vagy folyóvizeken is. Így nem tévedhetek a recept összeállítása terén. Nem fogok egyébként folyékony adalékanyagot használni. A halak folyóvizen nagyon jól érzik az etetőanyag szagát, ízét, és azonnal elkezdenek keresni az élelem után, így erre most nincs szükség. Nem fogok alapozni sem, csak egy helyre etetek. Az első órában 10 percenként fogok majd dobni a method kosárral mindig ugyanoda, ugyanarra a helyre, és a halak reményeim szerint majd ezután kapni kezdenek, és majd meglátjuk, hogy milyen ritmust kell majd váltani. Ebben még itt nincs tapasztalatom. Közel másfél órát vártam az első kapásra. Nem nagy hal, de örülök, hogy
mégis működik a metód technika. Még itt folyóvízen is. A horog csali, a metód smoke, mégpedig ananász ízesítés. Jól látszik az akadáson, hogy ő is az etetőkosár mellett táplálkozott. Nincs igazi étvágyánál. Micsoda kapás! A viselkedéséből ítélve azt hiszem, hogy tévérkeszek? Vagy kárász? Inkább keszeg. Hú, milyen tévérkeszeg! Gyönyörű! Nagyon meredek a part, de a 4 méteres merítőnyél most nagyon jól jött. Sokat segít ebben a helyzetben. Kedves nézőink, ennyi volt az Energofish magazin, de természetesen adásunk ma sem érhet véget játék nélkül. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon emlékeznek-e annak a két műcsalinak a nevére, amit Lukácsi Béla a mai adásban mutatott be. Ha igen, akkor írják azt meg nekünk a képernyő alján olvasható magazin@energofish.hu címre, és a helyes megfejtők közül egy szerencsés egy ilyen műcsalit nyerhet majd. Én remélem, hogy mai adásunk is tetszett önöknek, ha igen, akkor biztos vagyok benne, hogy legközelebb is velünk tartanak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!